Minimális célként a veretlenségi sorozat meghosszabbítását, maximális célként pedig a három pont megszerzését tűzte ki maga elé a Tisza-Kécskére utazó Nyíregyháza Spartacus. A találkozón igazán nagy helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani, lehetőségek ugyan adódtak mindkét oldalon, de gól nem született, így 0-0-ás döntetlennel ért véget a mérkőzés. A Spari vezetőedzője a meccsképét tekintve kicsit sajnálta Tisza-Kécskén hagyott két pontot, annak viszont örült, hogy csapata ismét kapott gól nélkül hozta le a 90 percet. Mi voltunk azok, akik többet domináltak, mi voltunk azok, akik többet próbáltak előre játékba többet, több helyzetet kialakítani. Ki is alakítottunk, sajnos mondom, ezekből a helyzetekből nem tudtunk olyan helyzetet kialakítani, ami 100%-os, de azt mondom, ott voltak a lehetőségek erre. Mondom, erre még dolgozunk kell. Kulcs ebben az egészben meg fontos, hogy a csapat stabilan védekezik, szervezet nem védekezik, fegyelem van a pályán, mindenki a saját poszton próbálja megoldani a feladatot, és ebből próbálunk építkezni. Azt mondom, hogy a pont mint pont idegenben nem rossz, de a másik oldalon, ha nézzük, olyan állapotban találtuk most a Tisza-Kécskét, amit azt mondom, hogy lehetett volna ezt elcsípni még extra két ponttal. Minden pontot kell tisztelni, minden pontot kell becsülni. A végén úgy is majd kiderül, hogy milyen és mekkora értékű ez a pont. A Spari az elmúlt 7 mérkőzésen 4 győzelem mellett 3 döntetlent játszott úgy, hogy 6 alkalommal is érintetlen maradt a csapat hálója. Az, hogy sikerült sok meccset lehoznunk, ugye kapott gól nélkül, az mutatja, hogy a csapat jól tud védekezni, egységesek vagyunk védekezésben, ez pozitív, ez mindennek az alapja, de azért a labdabirtoklásban és a támadás építésekben van mit előrelépnünk, azt gondolom. A 33. forduló további eredményei a következők: Budafok-Kaposvár 0-1, Balmazújváros-Békéscsaba 0-1, Vác-Eto-FC-Győr 3-1, Dorog-Csákvár 1-0, Soroksár-Siófok 2-6, Kazincbarcika-Monor 0-3, Moson-Magyaróvár-Zalaegerszeg 1-1, Budaörs-Cegléd 1-0 és Gyirmót-Vasas 0-1. A tabella élén a 70 pontos Zalaegerszeg áll, megelőzve a 60 pontos Gyirmótot és az 59 pontos Kaposvárt. A Nyíregyháza Spartacus 46 ponttal a 10. helyen várja a Balmazújváros 15 órakor kezdődő vasárnapi vendégjátékát.